Bistrica új szakasza élményszámba megy. Hasonlóra számítunk az Újkertsornál, illetve a Hortobágyi utcán is. Mind a három helyen, ahová elnyerte önkormányzatunk ezt a forrást, megindult a munka, hiszen meg kell csinálni a megfelelő és biztonságos alapokat ahhoz, hogy ez az aszfaltozott út ne menjen hamar tönkre, és sokáig tudja szolgálni a balmazújvárosi lakosságot. Mind a három helyen, én is megnéztem, és a kollégáim is jelezték, nagyon jól halad a munka, hiszen azokat a javításokat, azokat az útalap kiegészítéseket és kijavításokat, amelyek szükségesek a megfelelő teherbíráshoz, elvégezték, illetve már teljesen készen is lesz nem soká ez a része, és utána lehet aszfaltozni. A Bolyai utca, illetve az Újkertsornak a megépítésével a városrész teljesen megújult. Már nagyon régen pályáztunk erre, és vártuk azt, hogy lehessen új utakat építeni ezen a városrészen is. Természetesen, hogy az ott lakóknak ez egy nagyon nagy segítség a közlekedésben, hiszen elérhető nagyon rövid úton és nagyon száraz lábbal a korábbi aszfaltozott utcák, így, illetve nagyon szépen kerültek az útcsatlakozások kialakításra, nagyon szép munkát láthatunk, ha megnézzük ezeket az utakat, viszont az is nagyon fontos, hogy akár egy orvosi ügyeletes autó, akár egy mentőautó könnyebben meg tudja közelíteni az ott élőknek a lakását. Épp azt szeretnénk elérni Balmazújvároson, hogy minden utcában lehessen egy jó aszfaltréteggel ellátott utat kiépíteni. Ugye a cél az, hogy minden utca ilyen lehessen. Az Újkertsor és a Bolyai utca valóban egy olyan modern út kiépítését tette lehetővé, ahol a közlekedés biztonságosabb lesz, illetve sokkal könnyebbé válik. A Bolyai utcán a már meglevő aszfalt is felújításra fog kerülni? Nem, hiszen azt nem is olyan régen készítette az önkormányzat, azt is pályázati forrásból. Az egy nagyon jól megépített út, és annak semmi gondja, hibája nincsen. A Hortobágy utcán is gyakorlatilag egy autópálya út lesz? Autópályautat még nem produkálunk Balmazújváros belterületén, de természetesen ott is egy nagyon szépen megépített utca látványa fogja majd fogadni azokat, akik ott fognak közlekedni, hiszen ugyanilyen jó minőségű út fog ott is megépülni. Látszik abból a munkából, amit már a kivitelező elkezdett, hiszen az alapozásokat folyamatosan végzi, és látszik az a alapos munka, amivel alá dolgoznak, hogy az út az valóban még 10 év múlva is járható legyen. A környéken élők irigykedhetnek itt az új útnak a láttán. Persze mindenki azt szeretné, hogy az övé legyen a legjobb minőségű út és a legjobb minőséggel ellátott aszfaltozott út. Minden egyes utcát folyamatosan újítunk, azokat is, ahol ugye kátyuk vannak, az önkormányzat folyamatosan kátyúzza. A lehetőséget mindig megragadjuk, hogy pályázni tudjunk és teljesen új utcákat tudjunk építeni. Itt természetesen ezeknek az utcáknak a kiépítése, illetve felújítása nagyon régen kitűzött cél volt az önkormányzat előtt, és most ezt sikerül is megtennünk. Időközben egy újabb pályázati kiírást találtunk, ahol sajnos ekkora összegre nem tudunk pályázni, de egy kisebb utca részletet meg tudunk ismét csinálni, ott, ahol még nincsen egyáltalán kiépített aszfaltburkolat. Így kis apró lépésekkel haladva előre minden utcán örülhetnek majd a lakók, ha elérjük azt, hogy minden egyes utcán nagyon jó útburkolatot találunk.